Részben átalakult szakmai stáb, jelentősen átalakított játékos keret. Két hiányzó kivételével valamennyien ott voltak a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks idénnyitó sajtótájékoztatóján. Pető Ákos és Szollár Gergő az állandóságot képviseli, új másodedzőként viszont a spanyol Alberto Onya segíti a vezetőedző munkáját. Darius Perry, Jace Hillsman, Marek Dolezaj, Fazekas Csaba és Kass Balázs szerződtetését már korábban bejelentette a klub. Most kiderült, hogy a 20 éves, 208 cm magas Tóth Gergő Debrecenből egy évre kölcsönbe került a Cápákhoz, és az is, hogy Ty Gross helyére már is új légiós érkezik. Nyilvánvalóan senkinek nem jó, főleg ilyenkor, de én annak híve vagyok, hogy még most derüljön ki, hogyha valami nem klappol, mint évközben, az sem a játékosnak, sem nekünk nem jó. Úgyhogy gyakorlatilag 2-3 napon belül kiderült, hogy sajnos Ty Gross az orvosi vizsgálaton nem tudott átmenni, úgyhogy helyette érkezik egy új játékos, Jordan Williams személyében, aki angol nemzetiségű, korábban egyszer már válogatottban is pályára lépett, a London csapatától érkezik. Én alapvetően úgy érzem, hogy egy talán jobb játékos sikerült így igazolnunk, de hát erre nem voltunk felkészülve. Valamilyen szinte megzavarja ez a felkészülési menetrendet, hiszen nem tudunk teljes csapattal készülni. Két felkészülési meccsen már túl vannak a Cápák. A MASZ elleni győzelmet a szlovákiai Igló elleni vereség követte, ennek ellenére a vezetőedző nem volt elégedetlen a látottakkal. Egyik meccsről a másikra is nagyon sokat fejlődtünk. Valóban, ami kicsit hiányosunk volt az első meccs, hogy nem volt igazán jó szerkezetünk a változás miatt. Második mérkőzésen már Marek Dolezsák személyében azért volt plusz egy magas emberünk. Máshogy néztünk már ki. Úgy gondolom, hogy az újabb érkező magas emberrel meg már abszolút nagyon jól fogunk kinézni. Remélem, ha ugyanilyen jól fogunk tudni majd ebben a szerkezetben is dolgozni, mint eddig, akkor nagyon pozitív leszek. Eddig abszolút nagyon jó benyomások vannak, tényleg nagyon jól kommunikálnak egymással, külföldiek, magyarok. Most mondanám, hogy a fiatalok öregek, de igazából öreg annyira nincs, talán Szobi Dániel van egyedül 30 év felett. Nagyon pozitív, nyilván ott kell lenni, visszagelni, ha bizonyos szituációban őket fogni, mert túl nagy energiát tennének bele, vagy túl sok felesleges energiát tennének bele bizonyos dolgokba. Ezt nekünk kontrollálni kell, edzőknek, meg a vezetőknek, de én abszolút meg vagyok elégedve eddig a srácokkal. Bazsó Bruno az 5. nyíregyházi idényére készül. A 27 évével a csapat második legidősebb játékosának számító kosaras bízik abban, hogy gond nélkül elérik a vezetőség által kitűzött célt, ami ezúttal is a biztos bennmaradás jelenti. Mondhatjuk, hogy most én vagyok az egyik legidősebb, igazából ez csak felelősségben más, úgy gondolom, hogy ugyanazt kell tennem, mint eddig az előző években, úgyhogy különösebben nem készülök rá, próbálom a legjobb teljesítményemet nyújtani. A Sitko Ernő emléktornán pénteken 16 órakor a Szolnok találkozik a Debrecennel, a Nyíregyháza budapesti honvéd mérkőzés 18 óra 30-kor kezdődik. Másnap a két vesztes a harmadik hely megszerzéséért, a két győztes pedig a döntőben lép pályára Continental Arénában.